Pokolyó újra hasznosít. Ahó, Pokolyó! Ahó, Pátó! Ahó! Tudjátok, mik azok? Ahó, Eli! Eli! Hurrá, 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 hurrá! Mit hoztál? Csupa olyan dolgot, amit újra hasznosíthatunk. Üvegek! Az üvegek az üveggyűjtőbe kerülnek. Üvegek! Konzervdobozokat! Azok a konzervgyűjtőbe valók. Konzervek! Újságpapírt! Az a papírgyűjtőbe megy. Én! Most én! Most Pokolyó válogatja szét a szemetet. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó, mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer a hangyaházában bulit rendezett a hangya és a dinoszaurusz. Vége! Hoppá! A buli után hatalmas rendetlenség volt a hangya házában. Ezért a hangya és a dinoszaurusz kénytelen volt söprögetni, mosogatni és porszívózni. A ház nagyon-nagyon tiszta lett, ezért csaptak még egy bulit. De akkor a ház megint csupakosz lett. Ezért kénytelenek voltak söprögetni, mosogatni és porszívózni. És a ház ismét tiszta lett. Vége! Használjuk újra! Polip, Pokolyó szeretné ezeket újra felhasználni. Polip azt mondja, nem adja a holmiját. Használjuk újra! Az jó, ha valamit újra felhasználhatunk. Üveg! Konzervdoboz! Használjuk újra! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék. Az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, labdázzatok! Ez az, labdázzatok! Labdázni jó! Polip mondja, rajzoljatok! Gyerünk, rajzoljatok! Polip mondja, fotózzatok! Ez az, fotózzatok! Úgy néz! Polip mondja, ennyi volt! Válogassuk szét a szemetet! Megmondanátok Polipnak, hogy mit gyűjtünk ebben a kukában? Az üvegeket! Az üvegeket, úgy bizony! Megmondanátok Polipnak, mi kerül ebbe a kukába? A konzervdobozok! A konzervdobozok, igen!
Megmondanátok Polipnak, mi megy ebbe a kukába? Az újságpapír! Az újságpapír, így van! De jó, hogy mindezt újra felhasználhatjuk. Énekeljünk! Recycle! A mag. Ha-hó, Pokolyó! Ha-hó! Mi ez? Várjunk csak. Úgy néz ki, mint egy óriási mag. Ugye tudod, hogy mit csinálunk a magokkal, Pokolyó? Szerintetek ezt csináljuk a magokkal? A fejünkre tesszük. Nem! 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 Az italunkba tesszük. Igen? Nem! Nem tesszük bele! Elültetjük. Igen! Elültetjük! Úgy bizony. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan valami szép dolog nő ki abból a magból. Jól megvárakoztat minket, igaz? Tudjátok, a növekedéshez idő kell. Mi az, Pokolyó? Valami baj van? Jaj, értem már. Vécére kell menned. Addig vigyázunk a magra, jó? Siess! Ahó, Szundi madár! Szép kis mag, igaz? Várj, most mit csinálsz? Ugye így már jobb, Pokolyó? Remek, mert el kell mondanom valamit. Az a helyzet, hogy a magodat... Szundi madár! Semmi baj, Pokolyó. Szundi madár csak egy kis finomságra vágyott. Most már minden rendben van. Nézzétek, itt van Lula. Ha-hó, Lula. Hmm.
Ajaj, Pokolyó, ébredj fel! Ébredj! Jajaj. Talán, ha ti is kiabálnátok velem, fel tudnánk ébreszteni Pokolyót. Mehet? Ébredj, Pokolyó! Ébresztő! Ja, értem. Lula csak játszani akart. Így tényleg biztonságban lesz a magot, Pokolyó. Ha-ho, Pato! Jaj, Pato, tudom, úgy néz ki, mint egy tojás, de ez igazából egy... Ajaj. Mi ez? Na, így most már tényleg biztonságban lesz a magot, Pokolyó. Senki sem tud hozzáférni. Nézzétek! Csodás! Ha-ho, Eli! Vigyázz! Ó, hát ez nagyon nem jó. Jaj, Pokolyó, Eli nem szándékosan lépett rá a virágodra. Őt viszont elkapta a csapdád. Nem. Ajaj, Lula! Hű, nézzétek csak! Mennyi mag! Megmondja valaki Pokolyónak, mi lesz ezekből a magokból? Virág! Egy csomó virág! Úgy bizony, sok-sok virág! Jut belőlük mindenkinek! Éljen, Pokolyó! Ó, és persze, éljenek a barátok! Pápá, nem sokára találkozunk. Az én kertembe. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Láttad? Tudod, mi volt az? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Egy régi kerék! Egy kerék! Úgy bizony, ez egy régi kerék, amit eldobott valaki. Mi ez? Egy rossz vekker óra. Mit csinálsz vele? Ja, értem. Szóval eldobod. Hát, miért is ne? Még! Még? Úgy látom, Szundi madárnak is van olyan szemete, amitől szeretne megszabadulni. Tyűha, de belejött mindenki. A takarítás jó mulatság is lehet. És az nagyon jó érzés, amikor megszabadulunk a sok kacattól. Mi ez?
Valentina. Ajjaj, sajnos a küszöböd egy kicsit szemetes lett. Pato, az előbb a tengerbe dobtad a szemetet. Finom illata van a tojásnak, igaz, Polip? Tudom, Polip. Senki sem örül, ha szemetet dobnak a tojásába. Hogy fogtok megszabadulni ettől a sok szeméttől? Tyha! Még több szemét! Egyetértek, Pokolyó. Én sem szeretem, ha szemét hullik az égből a kockáimra. Ti örülnétek, ha egy szemét kupac mellett kellene játszanotok? Nem! Nem örülnék! Mit csinálsz, Pokolyó? Értem már. Elhatároztad, hogy követed a szemét útját, és kideríted, hová megy. Jó terv. Megy a szemét körbe-körbe. Mert mindenki tovább dobja valaki másnak. Úgy látszik, az nem segít, ha szétdobáljuk a szemetet. De akkor mit csináljunk? Szerintem Pokolyó rájött, hogyan lehetne megoldani ezt a problémát. Micsoda zseniális megoldás! Ahelyett, hogy kidobnánk a szemetet, te kitaláltad, hogyan lehet hasznosítani. Éljen, Pokolyó! Éljen a csapatmunka! Pápá, nem sokára találkozunk. Thank you.
A farmon. Ahó, gyerekek! Ahó! Na hát, micsoda gyönyörű kert! Van benne paradicsom, saláta, és mi is ez pontosan? Répa! Répa, hát persze! Mennyi finomság terem ebben a kertben? Szia, Eli! Eli, Eli, Eli! Keres, keres, Eli! Pokolyó szeretné, ha rákeresnél egy szóra a számítógépeden. Ültet! Ültet, ültet! Ültetni? Eli az ültetni szót keresi. Itt van Pato. Elültet egy magot. Csűha! Csodálatos! Még... Locsol! Pokolyó arra kér, hogy írd be a locsolni szót. Nézzétek, Pato locsolja a virágait. Köszönöm, Eli! Igen, köszönjük, Eli! Ügyes vagy! Mi az, Eli? Azt mondod, ideje leszedni a zöldségeket? Eli szerint először a paradicsomokat kell leszedni. A paradicsomok elszaladtak! Nézzétek, most már a saláta is mozog. A répák legalább még megvannak. Hoppá! Gyorsan! Kövessük a zöldségeket! Ajjaj! Állatos összekötősdi. Hello, Pokolyó! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Ez egy pók! Pók! Bizony, egy pók. Hát ez nagyon furcsa. Megmondanátok, mi ez? Saláta! És ez mi? Paradicsom! Ez egy paradicsom! Na és ez? Répa! Ez egy répa? Úgy bizony. Ez egy répa, ami mozog. Nézzétek, egy hangya. Egy csomó hangya. Ki
kis barátaink nem lopták el a zöldségeket. Csak salátát készítettek belőlük. Méghozzá csodafinom salátát. Énekeljünk! I am a farmer, I have a garden, I have planted tomatoes. I am a farmer, I have a garden, I have planted lettuce. I am a farmer, I have a garden, and I have planted carrots. I'm going to water my vegetables, so we can eat them later. Paradicsom! Saláta! Répa! Varázslatos locsolókanna. Micsoda hőség van ma Pokolyó világában. Nézzétek csak, ott van Eli. Próbál hűsölni. Ahó, Eli! Te sem láttad még ma Pokolyót, igaz, Eli? Ez furcsa. Általában szereti ezt a nagy forróságot. Tudom már, biztos Patóval van. Szia, Eli! És ott van Pató. Úgy látom, ő is hűsöl. Pató, nem láttad véletlenül Pokolyót? Bocsánat, Pató, de ez nem volt, vagy... Elnézést, Pató, de még most sem értem pontosan, hogy mit akarsz mondani. Jól van, hát akkor tovább keresem. Elnézést a zavarásért, Pató. Vajon hol lehet Pokolyó? Na végre megvagy! Ahó, Pokolyó! Ahó, Lula! Ha-ha! Nézzétek, Pokolyó zenélő virága! Virág! Zene! Pokolyó nagyon szereti a zenélő virágát. Tudtátok, hogy... Szóval szerintem a világon egyedül csak Pokolyónak van zenélő virága. Úgy látszik üres Pokolyó. Még zene? Igen, jó lenne hallgatni még egy kis zenét. De Pokolyó, hogy tudna zenélni a virágot, hogyha üres a locsolókannád? Tud valaki segíteni Pokolyónak? Hozz még vizet! Még vizet! Úgy látszik, a vízcsap is elapadt ebben a nagy forróságban.
de legalább a kannát megtöltötted, hogy meglocsolhasd a virágodat. Virág. Szegény Pato, biztos szörnyen szomjas. Ó, Pokolyó, ez nagyon kedves tőled. Adtál egy kis vizet Pátónak. Virág. Vajon mire készül? Értem már. Eli ebben a nagy hőségben egy finom hűsítő fürdőre vágyik. Remek ötlet! Az elefántok mindennél jobban szeretik a finom hűsítő fürdőt. Ajjaj, nem maradt víz. Lőttek Eli fürdőjének, pedig annyira készült rá. Pokolyó, ez aztán a jó cselekedet. Eli már is sokkal jobban érzi magát. De most nem kellene a... Virág. Ajjaj. Úgy látszik, Pokolyó az összes vizet elhasználta arra, hogy segítsen a barátain. De most a virágnak nem maradt víz. Ne félj, Pokolyó. Szerintem valaki segíteni fog rajtad. Azt hiszem, az a valaki már el is indult. Megmondanátok Pokolyónak, hogy ki jön? Eli és Pato! Hát ez nagyszerű. De szerintem a virágnak több kellene. Zene. Csíha! Hát ehhez mit szóltok? Úgy látszik, olyankor, amikor a barátok segítenek egymáson, varázslatos dolgok történnek. Éljen Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Kényes kacsa. Halljátok ezt? Mi ez? Vajon ki lehet az? Segítene nekem valaki? Ki énekel? Pato! Pato, hát tényleg te voltál. Nagyon meglep, hogy így tudsz énekelni. Na, készen vagy. Pato a tisztálkodást mindennél jobban szereti. Ma hányadszor zuhanyozol, Pato? Harmadszor? Bocsánat, negyedszer, hát persze. De szerintem ideje indulnod. Pokolyó és Eli már vár. Hát igen, Pato akkor boldog, ha tiszta. Pato, Pato, vigyázz, ott egy... Hű, ez nem sokon múlott. Szerintem Eli és Pokolyó éppen ebédel. De vajon mit esznek?
Pato, kérsz egy szendvicset? Igen! Pato? Ó, értem már. Összemaszatolnád magad. Pato, miért nem jössz elő? Pokolyó és Eli már biztos befejezte az evést. Igen, most már biztos játszanak. De hol lehetnek? Új festés! Vidám maszatolás! Ajaj, igen, ne ijedjetek meg, semmi baj. Csak szerintem szegény Pato új festőset sem akar játszani. Tudjátok, épp most zuhanyozott. Mi az, Eli? 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 Pokolyó! Tudod, Pato, nem kell annyira félni attól, hogy piszkos leszel. Igen, tudom, hogy tiszta vagy, de... Pokolyó és Eli már befejezte a festést. Vajon most mit játszanak? Ez már csak nem lesz annyira maszatolós, mint a festés. Sársüti! Ajaj! Hát ez hihetetlen, Pato. Egyáltalán nem lettél saras. Várjunk csak egy kicsit. Hát Pato nagyon szeretett volna tiszta maradni, de... Meg tudja mondani valaki, hogy mi történt? Igen, sajnos meg kell mondanom, Pato, van rajtad egy sárcsepp. Nézd! Pato, Pato, Pato! Tudod, már az előbb is megpróbáltam elmondani neked, nem olyan nagy baj, ha piszkos leszel. Tényleg, tényleg, hidd el! Gondold végig most másképp. Szeretsz mosakodni, igaz? De mi a jó a mosakodásban, ha előtte még egy iciri-picirit sem lettél piszkos? Nézd csak, milyen kedvesek! A barátaid még fürdőkádat is hoztak neked. Szerintem már Pato is rájött, hogy ha a kis piszkot kicsit jó lemosni, akkor a sok piszkot sokkal jobb. Éljen a maszatolás! És éljen a mosakodás! Éljen, Pato! Éljen, Pokolyó! Nem sokára találkozunk a kádban. Pápá! Piknik. Csoda szép napunk van. Ahó, gyerekek! Ahó! Hát ez meg micsoda? Piknik! Értem, szóval piknikezni fogtok. Nagyszerű. Mi van a kosárban? Szendvicsek. Tű, már is farkas éhes vagyok. Ez furcsa. Nézzétek!
Valami nem stimmel. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy dinoszaurusz. Csodaszép volt az idő, sütött a nap. A dinoszaurusz éppen ezért elhatározta, hogy meglátogatja barátját, Hangya Heroldot. Ám esni kezdett az eső. A dinoszaurusz nagyon elszomorodott. Aztán hirtelen kisütött a nap. Aztán megint esni kezdett. Aztán megint kisütött a nap. Aztán megint esni kezdett. Napsütés! Eső! A dinoszaurusz nagyon-nagyon-nagyon szomorú volt. Nagyon szomorú! Egyszer csak csöngettek. Herold volt az. Neki volt esernyője. Úgyhogy csaptak egy nagy bulit. Vége! Ezek nagyon huncut szendvicsek. Megmondanátok Pátónak, hol vannak a szendvicsek? A kosárban! A kosárban vannak! Úgy bizony, a kosárban! Megmondanátok Ellinek, hol van a kosár? A fán! Fel van a fán! Ez aztán a furcsa piknik. Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a piros! Keressetek valami pirosat! Valami pirosat! Lássuk, mit találtok! Jól van! Hadd nézzem a képeiteket! Egy piros kocka! Egy piros labda! Egy piros virág! Jó! Keressetek még piros dolgokat! Egy piros alma! Pompás! Egy piros kis autó! Nagyszerű! És ez? Tudjátok mi ez? Poli! 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 Nagyon jó! Ő is piros! Éljen a piros! Mi ez? Tudod mi ez, Pokolyó? Hangya! Eli, nézd! Tudod, mi ez? Hangya! Megmondanátok Pátónak, mi ez? Hangya! Ez egy hangya! Úgy bizony! Piknik! Értem! A hangyákat is meghívtak piknikezni! Remek! There's one savage in the basket, and the basket in the tree. On a sunny day, on a cloudy day, my friends are dancing with me. Sandwich a kosárban, kosár fenn a fán.
idő, rossz idő, piknikezzünk együtt. Fürdik. Ha-hó, pokolyó! Ha-hó! Hová szaladsz? Játék! Eli! Hurrá! Tyű! Játszani fogsz Ellivel? Eli épp fürdik a gumikacsájával. Ha-hó, Eli! Megmondanátok Pokolyónak, mit csinál Eli? Fürdik! Eli fürdik! Úgy bizony. Eli éppen fürdik. Várnod kell, Pokolyó. Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó, mit olvasol? Mesét! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy bicikliző dinoszaurusz. Jókedvű volt, nagyon. De aztán esni kezdett az eső, és csulomvizes lett. A dinoszaurusz nem szeretett vizes lenni. Ezért barátja, a hangya, segített neki megszárítkozni. Ezt a dinó annyira élvezte, hogy újra vizes lett. És a hangya újra segített neki megszárítkozni. A dinoszaurusz nagyon szeretett szárítkozni. Ezért újra vizes lett. Aztán száraz. Vizes. Száraz. Nagyon-nagyon vizes. És száraz. Vége! Eli jó sokáig fürdik. Vajon mit csinálhat? Egy buborékkal játszik. Csodaszép az a buborék, Eli. Megmondanátok Pokolyónak, hogy mivel játszik Eli a fürdőben? Egy buborékkal! Egy buborékkal játszik! Megmondanátok Pokolyónak, hogy ki fürdik most? A gumikacsa! A gumikacsa! Állatos összekötősdi. Ha-hó, Pokolyó, értem. Most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, hogy mi ez? Pingvin! Ez egy pingvin! Igen, ez egy pingvin! Pingvin!
ügyesek vagytok! Ah, végre! Eli játékra kész! Kapd el, Eli! Ajaj, vajon mit csinál Pokolyó? Fürdik? Igazad van, Eli. Olyan jó a kádban játszani. Pápá, hamarosan találkozunk. Énekeljünk! Kempingezni. Vajon hol lehet Pokolyó? Ott röpdös a zummantóban. Háó, Pokolyó! Háó! Hello! Vajon mit csinál most Pokolyó? Úgy látom, Pokolyó szeretne mutatni nekünk valamit. Mi az, Pokolyó? Hát ez meg mi? Tudja valaki, hogy mi ez? Sátor! Sátor! Igen, kint a szabadban sátorban alszunk. Ezt hívják kempingezésnek. Kempingezni megyünk, Pokolyó. Jaj, de jó! Úgy szeretek kempingezni. Tű, ez csoda izgalmas, de senki más nem jön velünk. Tudom, ki ez. Pátó is jön velünk kempingezni. Nagyszerű. Van csomagod, Pátó? Szerinted erre tényleg szükségünk lesz? Kefére, Pátó. Ott biztos nem lesz fürdőkád, ahová megyünk. Ajaj, miért nem tudok hallgatni? Akkor most megkérdezhetem, hogy minden bent van, Pátó? Jól van. Tű, most jutott eszembe. Már mindenfélével telepakoltuk a zummantót, de ennivalót még nem csomagoltunk. Ajaj. Akkor most végre elindulhatunk. Háó, Eli! Te mit szeretnél magaddal hozni az útra, Eli? Csak ennyit? Csak a macidat?
Hű, ez jó híre. Azt hiszem, készen vagyunk. Tedd be Eli a macidat, és indulás! Attól félek, túlságosan telepakoltuk a zummantót. A nagy súly miatt nem tud felszállni. Pokolyó, Pato, szerintetek mit csináljunk, hogy a zummantó újra repülni tudjon? Segítene valaki ezeknek a csalódott kempingezőknek? A zummantó ekkora súllyal nem tud felszállni. Mit csináljanak, hogy a zummantó mégis felszállhasson? Rakjatok ki valamit! Hagyjatok itthon valamit! Csű, micsoda remek ötlet! Pokolyó szerint jó lenne, ha itt hagynád a fürdőkádadat. Pokolyó, te meg a hűtődet hagyd itthon. Hé, figyeljetek csak! Sajnos mindenkinek itt kell hagyni a párholmit. Nézzétek, Eli az egyetlen holmiát is itthon hagyja. Ő tudja, hogy a kempingezés lényege az, hogy együtt legyünk. Most próbáld meg! Hajjaj, Pokolyó! Te nem tudnál itthon hagyni valamit? Na, így már mindjárt más. Nézzétek, sikerült! Felszállt! Ez az! A zummantó zoom! Hát, a zummantót végül sikerült elindítanunk, de úgy látszik, nélkülünk ment kempingezni. Tudod, Pokolyó, most, hogy a zummantó elröppent, nem tudsz messzire menni kempingezni a barátaiddal. De talán nem is kell, hiszen itt vannak a barátaid, és itt van az összes holmitok. Kemping! Ezt nézzétek! Néha legalább annyira jó maradni kempingezni, mint elmenni kempingezni. A lényeg, hogy ami a legfontosabb, az veled legyen. A barátaid. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Hol van Pokolyó? Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Mondd csak, mit szeretnél ma csinálni? Mit szólnál egy... Oh. Pokolyó! Pokolyó! Ajjaj, hová tűnt Pokolyó? Kérlek, hogy keressétek velem együtt. Azt hiszem, szükségem lesz a segítségetekre. Ha-ha! Mi volt ez? Láttátok Pokolyót? Meg tudná mondani valaki, hogy hol van? Ott van! Úgy örülök, hogy itt vagy. Szóval, Pokolyó, mondd, mit szeretnél ma csinálni? Játék! Tű, milyen remek ötlet! Játszani nagyon jó. Mit játszunk? Ó, tudom már!
Mit szólnál, ha... Pokolyó? Hát most meg hová tűnt Pokolyó? Lehet, hogy itt van. Nem látom, de várjunk csak egy percet. Mi ez? Pokolyó, te vagy az? Ajjaj, annyira messze van, hogy nem látom pontosan. Lehet, hogy Pokolyó az. Szerintem menjünk közelebb és nézzük meg. Vajon ez úgy néz ki, mint Pokolyó? Nem! Tényleg nem. Pokolyó nem zöld és nem szúrós. Szerintem ez egy kaktusz. Látjátok valahol Pokolyót? Láttátok? Hol van? Meg tudja mondani nekem valaki, hogy hol van Pokolyó? Ott van! Ha-ha! Hát itt vagy! Jó a szemüveged. Na, mit szólnál ahhoz, ha most játszanánk egy jó kis... Pokolyó, gyere vissza! Vajon most meg hová tűnt Pokolyó? Itt nincs. És ott sincs. Vajon hol lehet? Hű, micsoda meglepetés! Szerintetek ez meg micsoda? Egy hal! Igen, méghozzá egy gyönyörű hal. Tudja-e valaki, hogy most hol vagyunk? A tengerben! Igazatok van, a tengerben vagyunk. Lehetséges, hogy Pokolyó is idelent van a sok hal között. Na várjunk csak. Hisz annak a halnak karja van. Márpedig a halaknak nincs karjuk, igaz? Nincs! Te nem is vagy hal, te Pokolyó vagy. Ha-ha. Most, hogy megtaláltalak, mit szólnál ahhoz, ha végre játszanánk egy... hát most meg hová tűnt? Micsoda szépséges erdő, teli gyönyörű virágokkal. De Pokolyót sehol sem látom. Ti látjátok? Mi? Ti látjátok Pokolyót? Megmondaná nekem valaki, hogy hol van Pokolyó? A virágok között! Igazatok van, hiszen a virágoknak nincs is lábuk. Ha-ha! Ha-ho, Pokolyó! Nagyon ügyesen elbújtál. Éljen, Pokolyó! Na szóval, volt egy ötletem, hogy milyen játékot játszhatnánk. Mit szólnál egy jó kis bujócskához? Tűha mindenit, hiszen mindvégig ezt játszottuk. Pokolyó annyit játszott, hogy elaludt. Szép álmokat, Pokolyó. Pápá, nem sokára találkozunk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisvide Borka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.